Örök és lányok, Riard vagyok, ez pedig itt a League of Legends Road to Diamond következő része. Sion a jungle-ezni fogok. Úgy gondoltam, hogy ebben a részben... Ó, jött neki új ilyen kis passzívja. Well... Na, szóval úgy döntöttem, hogy ebben a részben nem carry-re buildelek, hanem megyek tankra. De természetesen úgy szeretném, hogy ezt megveszem rá a Titanicot. És hát mondjuk egy boterkát, aztán full tank. Szóval értitek. Tehát így megyünk a burst-re. Akarom, hogy ilyenkor van aktiválva. Aha. Aha. Na, szóval ott tartottam, hogy hogy már nem tudom. Úgy szeretnék maxolni, hogy először W-t Q-t, utána E-t. Természetesen a ultit is kihúzom. Hogy itt hülyének nézzenek a népek. Elsősorban rámegyek úgy level 3 tagenkekre, utána fókusz objektív. Megköszönjük szépen, mert jó emberek vagyunk. Dúltok van, jól láttam. Passzod. Kicsungeljük az X. Hát attól nem félek. Amint látjátok, nekem egyáltalán nincs AD a runámba, csak attack speed, meg magic resist, meg milyen faszom az armor. Ezt a rúnát Vayne-re készítettem, és éppen ezért nincsen hozzá. Meg igazából még ez a rune page dolog sincs teljes mértékben kész. Tehát, hogy van egy rune page-em, aztán örülök neki. Megyünk egy genket topra. Megyünk egy kiválasztok, mit fogom megvenni. Mint egy jó gyerek. Etek, etek, etek. Na jó, én nem kockáztatok. Nem, ez nincs el szükségem. Adadjuk a blue-t szerintem a fizznek, nekem úgy sincs rá szükségem. Tehát nem kell neki, én nem adom oda. Hát most én nem leszek erőszakos gyerek. Ez mit művelt? Turette megölette magát? Hát azt csak gratulálni tudok, akkor jobban járok, ha megtartom ezt a blue-t magamnak. Illetve majd, ha a midestől megvonva odaadom inkább az ADC-nek. Na hát ez tipikus silver match-nek indul, de még lehet rajta változtatni, srácok. Nagyon megindulok bot felé, mert nagyon be van, mondjuk a tam, mindegy, hagyjuk. Hol volt Kazik stopon? Jól láttam, meg is volt a kis barátunk a toplénes. Top lénes pajtás, meg is ölte.
Úgy gondolom, ha már így be van tolva, én átfuthatok nyugodt szívvel minden. Ó. Srácok, egy jó gondolat, jó? Csak nem muszáj megfogadni, csak úgy jól esik néha a csapatnak. Elég kírnotok nekik, hogy good job, már örülni fognak. Tehát így... Akkor általában az ember próbálkozik minél jobban teljesíteni. Kírjátok neki, hogy good job, akkor örül magának egy kicsit. Szuper kedve lesz. És ha már neki jó kedve van, akkor lehet neked is jó kedved. Ugyanis ez azt jelenti, hogy nem fogja elbaszni mostant a meccset. Legalábbis próbálkozik fenntartani azt a teljesítményt, amit eddig nyújtott feléd. Hát én nagyon örülök neki, hogy a Rivenünk így áll egyelőre. 4-4-1-es. Azt a kurva istenit. Hát brutális. De tényleg eszméletlen. Aha, Vardolt. Akkor vagy kivárom, hogy... mi fog történni. Na, ja, Rikaroszás közben is lehet vardolni, de jó, nem is tudtam. Eddig mintha nem lehetett volna. Ki az ő dzsungerüket nagyon, nagyon durván lehagytam. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy... hogy nyerik early game-et.
Húha, karma, no flash. Miből van több? Hát itt Rinnel van, nem nagyon szeretnék ekeckedni, úgyhogy majd egy klotarmat beújítok. Nem mindegy, leszedem egyedül, mondjuk. Nem, azt nem szaroz, hogy jönnek-e vagy sem. Még talán Trinity Force-t is beújítok. Smite nélkül akartam, de nagyon rizikós lett volna. Mert aztán rájöttem, hogy a mides miden van, vagy a dzsungeles miden van. Hát akkor már késő volt. Ha megbocsájtatok egy pillanatra, akkor kifújnám az orrom. Most 12 stacknél vagyok a 12. percben, nem is rossz teljesítmény, úgy vagyok vele. Nagyon úgy fest, hogy egy csapatom az nagyon erősen kommunikatív. Tamkencs, le a kalap előtted. Abszolút király vagy. Abszolút úgy gondolom, hogy ez egy jó meccs lesz, de ez még nem biztos. Hát 4-0-1-es ADC. Ebből még lehet összehozni jó meccset, de rizikós. Na, erre vagy pajtás, az előbb láttam, hogy erre. Erre járkálsz. Hello! Ez bőven, ez a jó fölött volt. Ez mi volt, ezt látta valaki? Egyszer átjött rajtam az a fos.
Azt hittem, hogy át fog ugrani, azért mentem arra. Az zíniben volt sorry fizz. Nincs smite-om. Na, nagyon jól állunk, srácok. Nagyon-nagyon jól állunk. Ha befejezzük idő előtt, akkor az jó lenne. Nagyon-nagyon királyul állunk, azt kell, hogy mondjam. Nagyon rég álltam rankeden ilyen jól. Utána Vayne-nel. Road to Diamondba, de ott is ketten voltunk mondjuk, és bronzosok összedobott, de ezek már Gold Silver környékén vannak. Oké, okay, király. Király Viktor. Szuper. Ó! Oh! Ezt már szeretem. Ezt nagyon imádom. Akkor valakit elfideltetek. És ilyen kurva OP lesz. Hát az valami felemelő érzés.
ezt meg kellett tennem. Oké. Szuper. Hát, lefarmoltam a fizz dzsungelbe, azért ez... Hát ez vicces. Hát ez ő számára gáz. Puh, öcsém. Benne szarjak már. Hát lehet még javítani valamicskét a dzsungelezési stílusomon. Sajnos nincs a véremben a videózás, ezért nem tudtam végig pofázni nektek a videót. Hát ezt sajnálom. De hát van, aki azt utálja, van, aki azt élvezi, de nekem, én nem tudom. Tehát ha valakinek tetszik az, hogy végig pofázok egy videót, az adjon egy témát nekem, hogy miről beszéljek. És aztán én végig pofázom neki a videót.
Na hát ez már visszahozhatatlan. Na azért ott voltak laggok. Be right back, kérjük nekik. Hazamegyünk, elkezdjük venni itt az itemeket. Elmenjünk szerintem full tankra. Belefér. Na, ezt nem látta senki. Az elkövetkező videókban nem hiszem, hogy ilyen csendes lennék. De hát ez most így sikerült, sajnálom, srácok. Gondolják, még egy baront összehúzhatunk. Na jó, most már tudom getelni. Jövök, lúsan leszedjük. Egész jó szkórom van, azt kell, hogy mondjam, nem rossz, nem rossz. Így van, leszettük szépen. Tudod, hogy mindegy, leszarom most már. Most már az a lényeg, hogy bemegyek, leXP-kézek, azt hello. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videómat. Ezzel a meccsel elvileg bekerültem Silver 1 promóba, vagy promóba vagyok, és megnyertem a Silver 1-et. Ha Silver 1 lettem, kirakom a videó Trannyl-jének a divizión. Ha nem, akkor is mondjuk így is, úgy is találkoznánk a következő részben. Szóval...